Na sziasztok, itt Szindák Vihet Waters, és most két táblázatot mutatnék meg nektek. Az egyik az ez, hogy ez lett a végeredménye, hogy a Magyar Pokémon Liga győztese, official bejelentés, Silly és a Mega Hungarian Y csapat, ugye Charizard, stb. Toxapex, tudjátok. Második helyezett Shadycrow lett, aki minket legyőzött, mi lettünk a harmadikok, és Endre a negyedik. Na most már, mivel így kialakult egy végleges sorrend, 1-16-ig, így az alapján lett a Little Cup beosztva. Fosszilokról neveztem el a csoportokat, random amilyen sorrendbe eszembe jutott a 4 darab fosszil, úgy neveztem el őket. És itt a kiemeléseket, azt ide raktam, tehát ugye az első 4 az egyértelmű olyan sorrendbe. Utána legjobb 8 is egyértelmű volt, hogy a többi 4 a alapszakaszban elért eredmény alapján, tehát Kerni volt a legjobb, tehát a Galda, Kakapó és BD-nes. Utána a többi 3 playoffba jutott, de wildcard körben kiesett egyértelmű sorrendbe, 9, 10, 11 és 12. kiemeléssel, és utána a 4 darab playoffba nem jutott ember, de alapszakasz mérleg alapján sorba rendezve, és akkor mindig aki 4-jel osztva egyet ad maradékul, az a Root Fossilba került, aki 2-t az Shieldbe, 3-at Helix Fossilba és 0 maradékot, pedig Claw Fossil csoportba került. Hogy fog lezajlódni a Little Cup? A meccsek ugyanolyan, tehát nem kell várni, ahogy megbeszéled, amilyen hamar csak le tudod játszani, egy hétvégén 3-4 meccset is lejátszhat. Csak beszéld meg előre, hogy mikor, kivel szeretnéd lejátszani. Annyi, hogy egy hétvégén nem játszhatsz egy emberrel kétszer. De kikkel kell kétszer játszani? Azzal, aki a csoportodban van. Tehát most az én példámat nézve, nekem kell oda-visszavágós meccset játszanom Kakapóval, Nikivel és Benedek Szánnal. Azért oda-visszavágós meccset, hogy azon mind a 12 Pokémonomat tudjam használni. Tehát az olyan, mint egy mini playoff, és az már ugye 6 meccs, és ugye a többi, még ugye, ha jól látjátok, van még 12 meccs, így jön ki a 18 meccses alapszakasz, de ez nem kell, tehát például mondhatom azt, hogy következő héten akkor megbeszélem, hogy ellenük mind a hármójuk ellen az első meccset lejátszom, meg még mondjuk lejátszom Ricsivel vagy Shadycrow-val, értitek? Tehát a lényeg az, hogy ezt az első 18 meccset május közepéig ejtsük meg. Miért május közepéig? Kérdezhetném én. Május 10 lesz a határidő, ha megnézem. Nem május 10, mert az péntek, hanem május 12 lesz a határidő. Miért? Mert utána a másik 2 hét a playoff. A playoff hogy fog lezaludni? Minden csoport első 2 helyezettje fog tovább jutni. És keresztbejátszások lesznek. Mérleg alapján a legjobb mérlegű első, a legrosszabb mérlegű másodikkal. A legrosszabb mérlegű első, pedig a legjobb mérlegű másodikkal, így az is lehet, hogy akár a legjobb mérlegű másodiknak jobb mérlegje van, mint a legrosszabb mérlegű elsőnek, ha értitek. Oké. Okay. Keresztbejátszás alapján történik, oda-visszavágó, legjobb 8 kiesés, legjobb 4 döntő. És ez, ha jól számoljátok, a legjobb 8 lemegy május 11-12, ugye, amire be kell fejezni. Következő héten van esélyetek a legjobb 4 lejátszására, és a döntő az utáni héten van. Így a Play-IT-n, amire megyek június 1-én, ti is gyertek, a Play-IT-n pont ott lesz már a Little Cup ligának a végeredménye, és mi ezt a Discord csoportban beszélni is fogjuk, hogy ki kivel játszik. Én ugye a videón keresztül is arra kérem, titeket, hogy nekem mindenki, aki ezen a hétvégén, tehát ez majd olyan pénteken 5 óra körül fog felkerülni ez a videó, aki ezen a hétvégén le tudja játszani ellenem a meccsét, az jelezze, és én mindenkivel lejátszom
ezen a hétvégén a meccsemet, ha az lehetséges. Ez a hétvégét, ezt úgy értem, hogy 6-a, 7-e, szombat, vasárnap, hétfő, 8-a, vagy kedd, 9-a, hogyha ebben a 4 napban tudsz velem játszani, szóljál, nyilván normális fölkészülést várok, és minél többen gyertek ebbe az időintervallumba, mert szeretném megpörgetni, és biztatni titeket, hogy ti is. Na most, hogyha rájössz mondjuk 3 meccsre, akkor légy szíves, ne jelezd felém azt, hogy te ráérnél velem, mert hogyha mindenki velem játszik, akkor nekem nem marad meccsem, tehát hogy valahogy osszuk el. Ezt Discord csatornán belül meg lehet beszélni, lesz nyitva egy külön fül ennek, hogy Little Cup Liga csapat csaták, valami ilyesmi lesz neki nyitva, ahol ezt meg tudjuk beszélni. Amire viszont kérem Kakapót, Nikit és Benedeket, hogy mivel ellenük kettőt már biztosan játszok, ővelük tényleg ebben a 4 napban az első meccset le tudjam játszani. Ugye a visszavágón a másik 6 Pokémont kell hozni. Na de milyen Pokémonjaink vannak, ezt se tudjátok. Itt van fölötte a táblázat. Nagyon szépen. És amit láttok, úristen, amit láttok, az az, hogy megint vannak Z kapitányok, nekem Doduo az Z kapitányom, és Krogank és Growlithe az Z harcosom. Swinebot elcseréltem Nosepass-re, Ricsivel, és így van egy Swinebom. Mindenkinek lehetett egy Uber Pokémonja, nekem ez Misdreavus, és a többi Pokémonom pedig Magnemite, Staryu, Snubbull, Mentai, Corphish, Koffing és Meowth. Szerintem ez egy eléggé jó csapat. Védekezésileg nem tudom, mennyire lesz jó, de offenzív potenciál az eléggé komolyan van bennem. Az, tudjátok, én ezt a Little Cup Ligát inkább csak ilyen szórakozásból fogom használni, és mindig ilyen fun setteket próbálok majd hozni, mert alapvetően elég unalmas maga a liga. A ligát nehezé teszi, hogy például nem lehet két scarfosod, tehát az item clues ugyanúgy marad, ami ugye azért érdekes, mert a scarf, meg a berry juice, azok nagyon túl vannak használva a Little Cup ligába. És ezeket, hogyha most csak egyre limitáljuk, meg az Evio Lite nyilván, akkor jobb potenciált érhetünk el ebből a ligából. Tehát lesz gyakorlatilag 3 olyan Pokémon, mindenkinél lesz nyilván minden meccsen egy Berry Juice, egy Evio Lite, meg egy Choice Scarfos, de lesz 3 olyan item, ami tök meglepetés és érdekessé teheti az egészet. Például a Life Orb, vagy Choice Packs, Choice Band, ami érdekessé teheti, esetleg valami Rocky Helmet talán, mondjuk Nikinek pont van Ferroseedje, ami az így érdekes is lehet. Szóval meglátjuk, meglátjuk. Szindekülés az erő legyen veletek. Sziasztok! Még egyszer megmutatom nektek a csapatbeosztást, tehát aki velem van, az Kakapó, Niki és Benedek Szent. Szindekvill, és az erő legyen veletek, sziasztok!